gyarapodjatok tudásban, élményekben, és szeressetek itt lenni, szeressetek bonyhádiak lenni, szeressetek Petőfis diákok lenni. Ezekkel a szavakkal adta át a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium megújult iskola részét Andorka Gábor igazgató. A most modernizálódott épület rész jelentette a hajdani iskolát, emlékezett meg a korábbi időkről ünnepi beszédében Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tóra megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. 2008. szeptember 25-én az Evangélikus Egyház, illetve a gimnázium felújította ezt az egész területet, felújította a visszakapott tantermeket. A város ezt a területet, ezt az épületet együttest egy csere útján biztosított az egyháznak. Ezt az épületrészt modernizálták most megközelítően 150 millió forintból. Az ünnepélyes avatás része volt annak az ünnepség sorozatnak, melyet minden esztendőben a reformáció napján rendeznek az iskolában. Gáncs Péter evangélikus püspök azt mondta, az idei esztendő jelszava a híd építése, melyet ki kell építeni a nemzedékek, a felekezetek és az emberek közé. Ez a reformáció jelenkornak szóló üzenete.